Üdvözöllek benneteket! Ebben a videósorozatban, amint látható, a 11. teszt feladatait fogjuk átvenni, átbeszélni, elemezni. Ezek a feladatok ugyancsak alapszintű, illetve középszintű feladatok. Nézzük sorba akkor a feladatokat. Az első így szól. Az A osztva B-vel egyenlő 5 egyenlet a következőt jelent. Az A szám 5-ször nagyobb, mint a B szám. Ez az A válaszunk. A B válaszunk az A és a B számok különbsége 5, illetve a C, hogy a B szám 5-ször nagyobb, mint az A szám. Hát, hogyha megnézzük az egyenletet, azt látjuk, hogy egy számot elosztunk egy másikkal, és pozitív egész számot kapunk, vagy inkább természetes számot kapunk, akkor ez azt jelenti, hogy az A mindenféleképp többszöröse a B-nek, tehát nagyobb, ami azt jelenti, hogy ahol az van, hogy kisebb, tehát, hogy a B szám nagyobb, mint az A szám, ez már biztos nem lehet megoldás. Marad akkor az A és a B, viszont itt pedig azt lehet látni, hogy az A ötszöröse a B-nek, tehát ötször B, tehát semmiféleképp akkor a különbség, hanem inkább, hogy ötször nagyobb, mint a B szám. Tehát a helyes válaszunk, hogy az A szám ötször nagyobb, mint a B szám. Ugye ezt láthatjuk most ebből a kis egyenletből, amit ugyanúgy kaptunk meg, hogy az első egyenletet kicsit módosítottuk. Úgyis mondhatnám, hogy ha itt osztottam B-vel, a másik oldalra majd szorozni kell, tehát így kapjuk meg, hogy az A az egyenlő 5-ször B. Tehát még egyszer, ugye osztásról van szó, semmiféleképp nem lett különbségük, és azt látjuk, hogy az A nagyobb, mint a B, tehát ezért mondjuk, hogy a válasz az A 5-ször nagyobb, mint a B. Nézzük most a második feladatunkat. Csökkenő sorrendben kell rakni a következő területeket. Tehát azt jelenti, hogy majd a legnagyobb területtel kell kezdeni és haladni a legkisebb terület felé. A területek a következők van 32 ár, 3000 négyzetméter, illetve 3 hektár. Hát ugye ilyen feladatoknál mindig azt teszük, hogy közös mértékegységre hozzuk. Általában a legkisebb mértékegység, illetve jelen esetben tudjuk, hogy az ár, illetve a hektár is négyzetméterekre alakítható át. Tehát egyértelmű, hogy mindegyiket négyzetméterekre fogjuk átalakítani. Tudni kell, hogy mennyi az egy ár, illetve mennyi az egy hektár. Ugye az egy ár az egy 10x10 méteres terület, vagyis azt jelenti, hogy 10x10 az 100 négyzetméter. Tehát a 32 ár az 32x100 négyzetméter, vagyis 3200 négyzetméter. A 3000 négyzetmétert meghagyom, ezt nem kell módosítani. A 3 hektár az pedig 100x100 méteres terület, vagyis a 100x100 az 10.000, vagyis a 3 hektár az 3x10.000 négyzetméter. 3x10.000 az 30.000 négyzetméter. Ha így átalakítottuk őket, akkor rögtön látjuk, hogy a legnagyobb terület a 30.000 négyzetméter, majd a következő ebben a sorrendben a 3200, és a legkisebb a 3000. Vagyis, hogyha megnézzük az eredeti mértékegységeket, ugye a legnagyobb a 3 hektár, majd a következő a 32 ár, és a legkisebb a 3000 négyzetméter.